Márton nap alkalmából november 10-én a Vigadó dísztermében gyűltek össze a Monori és Monor környéki borászok, hiszen ezen a napon rendezte meg a Monor környéki strázsaborrende az új borok bemutatását. A borászok közül többet elmondták az interjúk során, hogy idén ismét nagyon jó borok készültek, bár a szőlő savtartalmára a nyári kánikula miatt oda kellett figyelni. Ezen az alkalmon mutatkozott be a Monori eredetvédett közösségi bor is, melyet 8 helyi termelő készített. Az új helyszínen megrendezett programon köszöntőt mondott városunk polgármestere, dr. Zsombok László. Ifjabb Lukácsi György tájékoztatót tartott az eredetvédettség lényegéről, illetve a borrend új tagokat is avatott. A programról hamarosan hosszabb összefoglalót is láthatnak. Kiállítás megnyitóval indul a Monori ünnepi fényben rendezvény sorozat. November 23-án Krúcsó László designer angyali üdvözlet kiállításának megnyitóján vehetnek részt az érdeklődők, az idei társkiállító Anka Margó festőművész. A program helyszíne a Vigadó díszterme, az angyali üdvözlet kiállítás pedig 19 órakor nyitja meg kapuit. December 2-án 16 órára a Szent István térre várják Önöket az első adventi gyertya meggyújtására, melyen köszöntőt mond Schaller Tamás és Vladár István református lelkész. Az első gyertyát dr. Zsombok László polgármester gyújtja meg és köszönti a jelenlévőket, közreműködik a református egyház kórusa. December 5-én szerdán két alkalommal és két helyszínen találkozhatnak a gyerekek a Monori Mikulással. 10 órakor a piacon, délután 4:30-kor pedig a Szent István téren várja a legkisebbeket szüleikkel együtt. December 9-én a második adventi gyertya meggyújtására kerül sor szintén 16 órakor a Szent István téren, ahol közreműködik a Baptista Egyház kórusa. Köszöntőt mond Matúz József lelkész. December 13-án csütörtökön délután 5 órakor kezdődik a Vigadó dísztermében az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Monori Tagintézménye tanulóinak évzáró koncertje. Egy nappal később, december 14-én este 6 órakor a Vigadó dísztermében a Monori Adi úti Általános Iskola forráskórusának karácsonyi hangversenyén vehetnek részt. December 16-án délután 4 órakor a Szent István téren a harmadik adventi gyertya meggyújtására várják Önöket a szervezők. A délutáni alkalmon közreműködik az Evangélikus Egyház kórusa, köszöntőt mond Sánta József lelkész. Ugyanezen a napon 5 órakor a Monori Református Nagytemplomban kerül megrendezésre a hagyományos jótékonysági karácsonyi hangverseny. A negyedik adventi gyertya meggyújtása a hagyományokkal ellentétben szombati napon lesz, december 22-én 16 órakor a Szent István téren a városi karácsonyi ünnepséggel együtt. Az ünnepi hangulatról a Katolikus Egyház közössége élő Betlehemmel és a Monori Strázsák Néptánc Együttes gondoskodik. Köszöntőt mondanak Pogáncsás Tibor államtitkár és Paszternák Tamás plébániai kormányzó. December 24-én 16 órától a Római Katolikus Nagytemplomban pásztorjáték, az Evangélikus és a Református Nagytemplomban karácsonyi istentisztelet, a Református Kistemplomban gyermekkarácsony lesz. 24 órától a Katolikus Templomban éjféli szentmisén vehetnek részt. Az ünnepi alkalmakra mindenkit szeretettel várnak a szervezők. Monorváros önkormányzata november 21-én 14 órára várja az idősebb generáció tagjait a Monori Művelődési Központba, ahol a Szépkorúak Fórumát tartják meg. Dr. Zsombok László polgármester beszámolója mellett az egészségmegőrzésről, a szénmonoxid mérgezés megelőzéséről, a gyógynövények észszerű használatáról hallhatnak előadásokat, majd feltehetik kérdéseiket. A szervezők erre a programra is szeretettel várják Önöket. A Kövel ZRT értesíti Önöket, hogy legközelebb a sárga zsákos hulladékokat következő időpontban szállítja el. Monor 1-es körzetében november 19-én, a 2-es körzetben 20-án, a 3-as körzetben november 21-én, a 4-esben 22-én, az 5-ös körzetben és Monori erdőn november 23-án, míg Péterében és Vasadon november 16-án és 30-án. A zöld zsákos hulladékok elszállítása a következő napokon történik. Péteriben és Vasadon november 28-án, Monori erdőn november 29-én lesz szállítás. A szolgáltató továbbra is kéri Önöket, hogy zsákjaikat a forgalmat nem akadályozó módon tegyék ki ingatlanjaik elé.
Október 26-án került sor a hagyományos tökfaragó délutánra a Nemzetőr általános iskolában. Az alsó tagozatosok 14 órától, a felső tagozatos tanulók pedig 3:30-tól készítették a félelmetes és olykor vicces tök arcokat. Az alsó tagozatos gyerekekkel szülők, nagyszülők faragták, elmélyülve a munka fontosságában a tököket. A hangulat, mint minden évben, most is nagyon vidám volt. Az iskola Halloween part és pedagógusai Halloween cukorkákkal, üdítővel kínálták a munkában elmerülőket. A heti friss végén pedig a szokásoknak megfelelően nézzünk egy 2019-es programajánlót, melyet a Vigadó szervez a Magyar Kultúra Napja alkalmából. További információért keressék a Vigadós kollégákat.